Ként állt ki a nyilvánosság elé azokkal az információkkal, melyből megtudhatjuk, milyen csalások történnek a NAV-nál. Az az ember, akit ahelyett, hogy tanúként hallgatnának ki, gyanúsítottként megzárnak. Lengessétek meg zöld moppáitokat Horváth Andrásnak, aki most áll ki a színpadra elétek! Köszönöm szépen Éliás Ádámnak a szavait, és akik előtte felszólaltak az ügy érdekében. És nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan megjelentek ezen a késői télies órán, és kinyilvánítják támogatásukat az iránt, az ügy iránt, ami egy-két hónapra már borzolja nagyon sok állampolgárnak a kedélyét. Én igyekszem figyelemmel követni minden állampolgári megnyilvánulást, figyelem a Facebookot, a kommenteket, amit a cikkekhez fűznek, és tudom, hogy nem csak ennyien vannak az ügy mellett, akik most itt vannak, akik most nagyon szép számmal megjelentek, hanem szerte az országban kifejezték már támogatásukat az ügy iránt. Köszönöm azoknak, akik itt megjelentek, külön köszöntöm azokat, akik vidékről, messziről jöttek föl ebben a téli időpontban, és köszöntöm azokat is, akik most nem tudnak részt venni, de támogatják ezt az ügyet. Köszönöm szépen. Én megpróbálok a beszédem első részébe egy kis számvetést tenni arról, hogy mi is történt itt egy közérdekű bejelentővel másfél hónap alatt. Hogyan reagált a hatalom egy közérdekű bejelentő korrupciót jelző észrevételeire. Nagyon tanulságos ez mindenkinek. November elején léptem a nyilvánosság elé azzal, hogy egy kivételezett helyzetben lévő adózói kör a NAV asszisztálásával éves szinten 1000 milliárdos nagyságrendben károsítja meg az állami költségvetést. A lépés mögött saját egyéni meggyőződésem, amögött évtizedes tapasztalataim, munkám során az utóbbi 3 évben megszerzett bizonyítékaim álltak. Döntésemet kormányzati tényező tétlensége és hallgatása is motiválta. Az adóhivatalban tapasztalt visszaélések miatt, mint tudják, büntető feljelentést is tettem. Emlékezhetnek, az adóhivatalban tapasztalt rendszer szintű működési problémákat a korábbi kormányzatok működésének időszakára is visszavezettem. Éppen ezért abban reménykedtem, hogy a jelenlegi kormányzat valamilyen módon támogatni fogja a vizsgálatot, és lépéseket tesz a felelősök felkutatására. Nem így történt. Az elmúlt hetek eseményei bebizonyították, hogy a hatalom, holott mindenről tudott, a másik oldalra állt. Szégyenletes! És jött az a forgatókönyv, ami már nagyon sok kompetensünkkel kapcsolatban megvalósult. A NAV vezetői mögé bújva hazug állításokat tartalmazó sajtótájékoztatón próbáltak meg befeketíteni, megalapozatlan feljelentéseket tettek ellene, és médiáik folyamatosan terjesztik rólam azokat a hazugságokat, amelyeket hetekkel korábban már egy nyílt levélben tételesen megcáfoltam. Továbbá kormánypárti képviselők minden olyan parlamenti bizottság működését blokkolták, ahol jogszerűen előadhattam volna azokat a bizonyítékaimat, amelyek a NAV-on belüli diszkriminatív működési módról és az érintett cégekről szólnak. És hogy mekkora nagy a baj kormányzati berkekben, az is mutatja, hogy a kormány Facebookos öklének is meg kellett szólalnia, aki korábbi megnyilvánulásaival már rengeteg tisztességes állampolgárnál kiverte a biztosítékot. És mindez még nem volt elég.
a média figyelmében nincsen törődve, a folyamatban lévő büntetőjárásról az érintettet nem tájékoztatva, karácsony előtt néhány nappal házkutatást tartottak nálam. Pontosabban egy békés, tisztességes, becsületes és törvénytisztelő családnál. Hogy volt ehhez mercy? Kinek képzeli magukat? Olyan személyes iratokat is lefoglaltak, melyekkel semmi közük nem lehet, vagy amelyeket kérésre, házkutatás nélkül is átadtam volna. Csak kérni kellett volna. Azonban meg kellett mutatni mindenkinek, hogy ők nem tárgyalnak, hanem erővel elveszik azt, ami kompromittáló lehet állami szervek korrupt működésével kapcsolatban. Mert ilyen iratok is voltak nálam, ezért a hatalom szemében én vagyok a társadalomra veszélyes, és sokan mások, akik korábban már kiálltak állami szerveket érintő ügyekben. Akik a lakásokon megjelentek, nem csak arra voltak kíváncsiak, hogy milyen adótitkokat vittem ki, ez egyébként nem tekintető önmagában bűncselekménynek, erről tájékoztatom a közönséget, hanem hogy miken gondolkodom, kikkel találkoztam, kikkel álló kapcsolatban, vajon kinek is lehet szüksége ilyen információkra. Mi készül ellenem vagy mások ellen? De ők csak parancsot hajtottak végre, melyek mögött államhatalmi szervek vezetői, vagy éppen politikusok állhatnak. Nagyjából tudjuk, hogy kik lehetnek ezek az emberek. Ja, maffia! 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 Élemlék a társadalomra veszélyes. Én okoztam jelentős érdeksérelmet. Ugyanis ez lett volna a bűncselekmény alapja, amivel engem vádolnak. Kinek okozhatnék én érdeksérelmet? Legfeljebb korrupt tisztviselőknek, adócsalóknak, bűnszervezetek irányítóinak. Őket kell megvédeni? Ez így nem lesz jó, virágelvtárs. Szégyelje magát a regnáló hatalom, hogy egy olyan köztisztviselőt, aki 14 éven keresztül elismerten kiváló munkát végzett az adóbűncselekmények feltárása terén, és mivel más lehetőséget nem hagytak neki, az általa tapasztalt közérdeket sértő működési problémákkal a nyilvánosság elé lépett, most bűnözési eszközökkel próbálják meg elhallgattatni, hiteltelenülteni. Megkockáztatom, hogy az ellene irányuló lépések nem csak súlyosan törvénysértőek, hanem alkotmány ellenesek is. A hatalmi arroganciát és önként tekintve azonban az én esetem nem egyedi. Gondoljunk csak a közelmúlt történéseire. Ángyál József erőfeszítéseire, a kis hatosi példára, vagy a trafikbutyit feltáró szexárdi önkormányzati képviselőre. És azokra az általam megismert vagy még ismeretlen további harcosokra, akik bátor kiállásukkal, az enyémhez hasonló hatalmi reakciókat váltottak ki, csak úgy nem tudott akkora nyilvánosságot. Itt most nem a jelenre regnáló kormány időszakáról beszélek, hanem a korábbi kormányzatok időszakáról is. Említhetném 2006-ot is, de korábbi időszakokat is. Szégyen, ami Magyarországon történik, nem véletlenül adja el sokrantításunk az országot. Az ilyen típusú törvénysértő eljárások pedig nem csak Magyarországra vetnek rossz fém, hanem az Európai Unió szégyene is, ami itt történik. Ne hagyjuk, hogy ezt tegyék velünk! Ne hagyjuk! Ne hagyjuk! Ne hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk.
fuzulnak a választások, de attól függetlenül, hogy jövőre kialakíthat majd kormányt, a társadalom ítélete eléggé egyértelműen látszik. Elég volt abból, hogy a kis embereket és a kis vállalkozásokat üldözik, míg a valódi bűnözőket futni hagyják. Elég volt ebből, elég volt! Azt a bizonyos társadalmi szerződést, amire az elmúlt kormányok alatt nagyon sokszor hivatkozott, pontosan a Fidesz. Minden kormánynak illene betartania. A feltételek tekintetében azonban ez a kormányzat méltó örököse az előzőeknek, az elmúlt két év tized ilyen irányú hatalmi megnyilvánulásainak. Ne hagyjuk, hogy ez tovább folytatódjon! Ne hagyjuk! Ne hagyjuk! Az utóbbi hetekben kisvállalkozások és magánszemélyek kerestek meg közvetlenül, vagy üzentek másokon keresztül, vagy az interneten keresztül a hivatali önkény általuk tapasztalt történései és hatalmi szervek elutasító magatartása miatt. Nekik üzenem, hogy a bizonyítékaikat rakják be egy dossziéba, és ha a hatalom hallgat, azokat nyissák meg a nyilvánosság előtt. Ne tartsák magukban, ha egyértelmű jogsértéseket tapasztalják. Ne féljenek, mert ez a mindenkori hatalmat erősíti. Ne féljenek a kollégáim, és ne féljenek a volt kollégáim, és azok, akik más területen jogsértéseket tapasztalnak. Amint arra néhány napon már felhívtam a figyelmet, ne féljenek, álmára hit. És minél többen leszünk, minél erősebb lesz a civil kurázsi, annál inkább visszaszorulhat a közérdeket sértő hatalomgyakorlás. És akkor majd a felelősöket fogják felkutatni, nem pedig a bejelentőket üldözni. Ma még sajnos ez utóbbinál tartunk. Egyébként, ha a becsületnek vagy a tisztességnek egy kis szikrája lenne a regnáló hatalomban, akkor megszüntetnék az ellenem folyó eljárásokat, de hát nincsenek illúzióim az elmúlt hetek történései alapján. Elszomorítónak tartom azt is, hogy a kétharmados parlamenti többség egyetlen egy képviselője sem állt ki az ügy mellett, és nem tiltakozott valamiféle formában a jogsértések ellen, ami minden állampolgárt veszélyeztet ez a hatalmi önkény. Mert ma nálam, holnap nálad. Ha ezt hagyjuk, akkor ez így fog történni másokkal is. Ahogy a múltban történt, így lesz a jövőben is, de ne hagyjuk, hogy így legyen. És végezetül elmondanám, hogy nálam is van egy zöld dosszié. Természetesen most nem azok az iratok vannak benne, amit lefoglaltam, mert elképzelt, hogy felúrik ide valaki a színpadra, és akkor elviszi innen a dosszéval együtt. Ebben a zöld dosszéban azokat a válaszokat gyűjtöttem össze, amelyeket képviselő és újságírói kérdésekre adott a minisztérium. A legtöbb dokumentumon van, de néhány nemzetgazdasági miniszter aláírása szerepel. A NAP vezetői, akik ezeket a válaszokat összeállították, a következőket állították ezekben. A multinacionális kereskedelmi láncok részvétele az adóelkerülésben rendkívül nehezen bizonyítható. A saját magam szakmai tapasztalati alapján mondom, hogy ez nem igaz. A kiemelt ügyek igazgatóságán az ellenőrzések a haszonhúzókig nem jutottak el. Pont ezekig a cégekig nem jutottak el. A kiemelt adózók körében alacsonyabb a kijutalás előtti ellenőrzések száma. Vajon miért?
az áfacsalásokat nem lehet felszámolni. Mondják ezt adóhivatali vezetők. Mondjanak le! Még miért is működtetik a nemzeti adóhivatalokat? Nem azért, hogy ezekre a problémákra megoldásokat találjanak? Nem ennek a káros filozófiának a térnyerését és a diszkriminatív működési módot hangsúlyoztam korábbi tanulmányomban? Mi lehetett volna erre a beismerésre egy jól működő kormánynak a válasza? El kellett volna gondolkodni bizonyos adóhivatali vezetők alkalmasságán. Meg kellett volna keresni a közérdeket sértő adóhivatali filozófia és a másféle módszer alkalmazásának a felelősei. Elindulhatott volna egy szakmai vita arról, hogy a NAV által alkalmazott kivételezett bánásmód mögötti érvek, melyeket én nagyon sokszor hallottam a hivatalban, és mindig cáfoltam, mennyire állják meg a helyüket. Mindezek helyett arra a következtetésre jutottak, hogy ki kell menni Horváthoz házkutatásra. Óriási szereptévesztésben van a kormányzat, az általa felügyelt adóhivatal, de maga a politika is. Mutassuk meg, nyilvánítsuk ki, hogy mi az igazi feladatuk. Ehhez kérem a további támogatásatokat. És ne hagyjuk elülni ezt az ügyet addig, amíg érdemi változások nem indulnak be ezen a területen. Ez minden állampolgár és az ország elemi érdeke. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a részvételeteket. És mindenkinek boldog és fehérebb új évet kívánok. De a fehéren nem a havazást értek. Köszönöm még egyszer mindenkinek. Köszönöm, hogy eljöttetek, köszönöm szépen a támogatásokat. És csak így tovább. Gyertek a zöld osztályokra. Köszönöm.